156 millió forint a vasgyár fejlesztésére, vízvezetékcsere után út- és járdaépítés. Görömbölyön is épül, idén csak nem 500 millió forintból fejlesztik a miskolci kerékpárutakat. Vásár, verseny, véradás és fesztivál, lesz miből válogatni a hétvégén Miskolcon. 18 óra van, jó estét kívánok, szeptember 6-án csütörtökön híradónkat látják, jönnek a részletek. Vízvezetéket cserélnek és kiépítik a vízzel vezető árkokat is a vasgyárban. Amint ezzel végeznek, kezdődnek az útfelújítások és járdaépítések a Glanzera, Kerpely, a Téglagyári, illetve a Kabar utcában. A város pályázott és nyert összesen 400 millió forint vissza nem térítendő támogatást. Ebből a vasgyár fejlesztésére 156 millió forintot fordítanak. Látszódik az új vezeték, ami egyenlőre el van zárva. Az egyik Kerpely utcai munkagödörben kiépített új vezetéket mutatja a MIVIS szolgáltatás és üzemeltetés igazgatója. Viszóka János azt is elmondta, még az útépítés előtt felmérték a vízvezetékek állapotát, hogy ne a felújítás után érje őket meglepetés. Azokon a helyeken, ahol ez valóban célszerű, mert elképzelhető, hogy 5 éven belül több helyen is csőtörések következnének be, ott elvégeztük a rekonstrukciót. Jelenleg 90-95%-os készültségünk van. Ez azt jelenti, hogy minden egyes utcában a gerinc vezetékeknek a fektetése megtörtént, és jelenleg az ágbeiktatási, illetve az ingatlanoknak az ivóvízbekötési, élőrekötési munkálatai folynak. A gerinc vezetéket már kicserélték, azt látjuk itt két oldalt, és a járda aszfaltozását előkészítették, illetve a szegélykövet már lerakták. A Kabar utcában és a többi Vasgyári utcában is jól haladnak a szakemberek, mondta az önkormányzati képviselő. Miskolcváros önkormányzata a topos pályázaton indult, és nyert vissza nem térítendő támogatást 400 millió forintot. Ebből 156 millió forintot fordítunk a vasgyár fejlesztésére. Ebben benne van 4 utcának a járda felújítása, az út teljes burkolatának felújítása és a csapadékvízelvezetés. Az ivóvízvezetékek cseréjét és a lakásokba való bekötését várhatóan a hónap közepére befejezi a MIVIS, az útfelújítási munkákkal pedig előreláthatólag december elejéig végeznek a szakemberek. Idén csak nem 500 millió forintnyi támogatásból fejlesztik a miskolci kerékpárutakat. A Bos gyár egysége és a Katalin utca között jövőre befejeződő kerékpárút létesítése mellett a görömbölyi városrészben is megkezdték a munkát. Tegnap a városrész diákjai bejárták a kijelölt kerékpárutat. Az alapvető szabályokkal már neked is, nektek is tisztába kell lenni, hogy egyáltalán részt vehessetek a közlekedésben. A legfontosabb közlekedési szabályokat is elmondták a gyerekeknek, mielőtt felpattantak a kerékpárra. A diákok szinte mindegyike örült az előadásnak, mert többeknek volt már rossz tapasztalata a közlekedésben. Mikor szoktam itt lejönni egy ilyen dombon, akkor szoktam itt kikanyarodni, és akkor volt olyan, amikor kikanyarodtam, és az autó leszorított, tehát így a járdára kellett felmennem. 1,5-2 méter tartsuk meg egymás között. Úgy, mint ahogy tesi órán mentünk. Több mint 100 diák indult útra tanárok kíséretében, hogy megismerkedjenek az új kerékpárúttal. 2 kilométert tekertek a gyerekek, mire célba értek. Most már biztonságosabban érzem magamat, mint régebben, mert hogy felfestették a bicikliutat, és ezáltal biztonságosabb lett a közlekedés. A görömbölyi kerékpáros nyomota Bacsinszky, Bogáncs utca, az Erzsébet királyné útja, a Harsányi út és a Lavotta utca, illetve a Déli utca közötti részekre tervezik. Így az iskolába való eljutás is biztonságosabb lesz. Mivel kertvárosi iskoláról van szó, nagyon sok gyerek jár egyébként is biciklivel iskolába. Ennek a kerékpár sávnak a felfestése és segít abban, hogy minél biztonságosabban tudjanak közlekedni a gyerekek az iskolába. A görömbölyi városrész idén épülő kerékpáros nyomvonalára csak nem 500 millió forint topos forrást vesz igénybe a város.
Egy hónap után ismét kinyitott a Herman Ottó Múzeum papszeri kiállító épülete. Az elmúlt időszakban állapotfelmérést végeztek az intézményben, mostantól viszont újra kiállításokkal és kulturális programokkal várja az érdeklődőket. Egy hónapig volt zárva a Herman Ottó Múzeum papszeri épülete, ennyi ideig tartott az állapotfelmérés. Most újra nyitva állnak a kapuk a múzeum kedvelő közönség előtt. A Szemere szalon melletti teremben már egy új kiállításra készülnek, amikor még fújt a gyár, ezzel a címmel nyílik majd meg a tárlat szeptember 21-én. A bejárattól jobbra itt ezt a hatalmas falat kitölti egy beköszönő szöveg, és mellette lesz a millenniumi reprodukció. Kapusi Krisztián éppen azt mutatja, hogy fog kinézni a terem, ha elkészül. A kiállítása a diósgyőri vasgyártás történetét mutatja majd be. Elsősorban a termelésre próbálunk összpontosítani, mik kerültek innen, honnan kerültek ki, mi az, hogy digép, mi az, hogy leninkoházati művek, mi az, hogy fúj a gyár egyáltalán, hiszen a másik nagyon fontos momentum az volt, hogy a rendszerváltás volt a gyakorlatilag felnőttek generációk, és nekik már ez, hogy 5-kor, 6-kor, délelőtt 10-kor, este 10-kor ugye a gőzdöda hangja bejárja a várost, ez nem evidencia. A Szemere szalon elnevezésű program is visszaköltözött a régi helyére, vagyis a Szemere szalomba. Már csütörtökön délután is tartottak egy előadást, ami Erzsébet királyné öltözködési szokásainak magyar vonatkozásait mutatta be. A divattörténet később is nagy hangsúlyt kap. A rendezvénysorozat szorosan kapcsolódik ehhez a kiállításhoz, aminek szintén Szemere szalon a címe. Az előadók történészek általában havonta, két havonta egy-egy alkalom szokott lenni. És bár egy hónapig zárva volt az épület, egy Szemere szalon sem maradt el. A rendezvény erre az időre az Erzsébet-téri Miskolci Akadémiai Bizottság székházába költözött. A fürdőzők döntöttek, Miskolc Tapolca a második helyezést szerezte meg. A 2015-ben nyílt strand 400 szavazat különbséggel lett ezüstérmes a helyiek kedvenc fürdője kategóriában. Az évfürdője versenyen a barlangfürdő a 8. helyen végzett. A hazai strandok legnagyobb megmérettetésén csaknem 170 ezeren szavaztak kedvenc fürdőjükre. Ilyen, mikor a népies zene és a jókedvű strandolók találkoznak. A Selyemréti strand hagyományőrző napján volt kézműveskedés, számos népi játék és íjászati bemutató is. Ezen a nyáron több tematikus nappal is színesítették a strandprogramokat Miskolcon. Az évfürdője versenyen a Selyemréti idén is versenybe szállt az év feltörekvő fürdője kategóriában. A strand tavaly az első 15-ben volt, ám idén nem sikerült helyezést elérnie. A barlangfürdővel ellentétben, mely idén is a legnagyobb fürdő kategóriájában indult, a komplexumot 2016-ban az év fürdőjének választották, ezért tavaly nem indulhatott. Idén viszont a 8. helyet sikerült bezsebelnie, köszönhetően a közönség szavazatainak. Ismerősök ajánlották, hogy remek itt a barlangfürdő, illetve egy pár fürdőt már kipróbáltam, gondoltam ideje ezt is megnézni. A barlang olyan nagy strandokkal szállt versenybe, mint Zalakaros, Gyula vagy Egerszalók híres fürdői. Rendhagyó sportprogram Canik Balázzsal. A helyszín pedig már Miskolc Tapolca, mely az évfürdője versenyen a legnagyobb meglepetést hozta. A 2015-ben nyílt komplexum 400 szavazat különbséggel a helyiek kedvenc fürdője kategóriában ezüstérmes lett. Itt ugye a közönség, a vendégek szavaznak, tehát a szakma számára ez mindig nagyon fontos, hogy hogyan ítélnek meg bennünket azok, akik ide látogatnak hozzánk. Egy olyan fürdő esetében, mint például a Miskolc-Tapolca és strandfürdő, ami néhány éve nyitott újra, ez még fontosabb, hiszen még egy-két évvel ezelőtt ugye nagyon sokan azt mondták, hogy nem is tudták, hogy itt fürdő nyílt, és most odáig eljutottunk, hogy a helyiek kedvenc fürdője kategóriájában egy második helyet el tudunk hozni. A Miskolc-Tapolcai strandfürdőre több mint 1000 szavazat érkezett, Tiszavasvári mindössze 400 szavazattal előzte meg. A megmérettetésen több mint 200 hazai fürdő indult, és a 3 hónap alatt csaknem 170 ezeren szavaztak kedvenc strandjukra. Közfoglalkoztatási kiállítás, elsősegélynyújtó verseny, retro véradás és sörfesztivál. Lesz miből válogatni a hétvégén Miskolcon. Várhatóan benépesül majd a belváros és a népkert, de a segíteni akaró nosztalgiázók a területi vérellátót is felkereshetik.
A faházak már felsorakoztak, pénteken és szombaton pedig benépesül majd a Szent István tér és a Fő utca. Az 5. közfoglalkoztatási kiállítás és vásáron a megye 115 kiállítója mutatja meg, hogy milyen értékteremtő munkára képesek a közfoglalkoztatottak. 70 foglalkoztató is kínál majd csaknem 650 állást. A közfoglalkoztatásnak az volt a célja, hogy mindenki, aki szeretne dolgozni, meg tud dolgozni, annak legyen lehetősége munkából megélni. Mára folyamatosan csökken a közfoglalkoztatottak száma. Tavaly az első fél évben 187.300 közfoglalkoztatott volt az országban, ebből Borsod megyében 33.400. Az idei esztendőben már 148.000, tehát értelemszerűen csökken, hisz az a cél, hogy a munkaerőpiacra kerüljenek. 148.000, ez Borsod abban, hogy Zemplén megyében 28.300 főt jelent, tehát a 33.400-ról 28.300-ra csökkentünk. Természetesen úgy tudjuk mindezt megvalósítani, hogy képzést adunk az embereknek. A Népkertben is nagy a készülődés. Emlékezetes 3 nap elé néznek a miskolciak a 7. Miskolci Sörfesztiválon. A programok mellett 50 standnál lehet majd kóstolni a különféle sörkülönlegességeket. Valamiféle érteglődés van mind a Facebook felületünkön, mind mindenféle fórumunkon, amivel nem nagyon találkoztunk még az elmúlt években. Lehet, hogy ez köszönhető annak is, hogy olyan fellépőket hozunk, és ezek az élő nagy koncertek, lehet, hogy a sztár DJ-k, nem tudjuk, de egyre hatalmas az érdeklődés, és pontosan ezért is alakítottuk úgy ki a területet, hogy a nagyobb mennyiségű közönség is nyugodtan tudjon szórakozni. Szeptember 8-án nosztalgiázni, és persze segíteni is lehet majd. A területi vérellátó ezen a napon köszönetképpen sörrel, virslivel, ajándékokkal és retro életérzéssel jutalmazza meg a véradókat. Ami augusztus elején, közepén lecsökkent vérkészlet, azt az augusztus végi véradásokkal tudtuk kompenzálni, és most továbbra is szeretnénk a készleteket emelni és szinten tartani. Nagyon fontos hangsúlyozni azt, hogy vérből származó vérkészítmény az év minden napján szükség van. Vérző ájult emberekre lehet számítani Miskolc utcáin szeptember 8-án. 20 év után újra itt rendezik meg a Magyar Vöröskereszt 47. elsősegélynyújtó versenyét. A megnyitó péntek este 7-től a Ferenci egészségügyiben, a látványos verseny pedig szombaton a Szimba teraszon lesz. A csapatok 21 állomásos körpályán mérik össze tudásukat, képzett imitátorok segítségével. Vöröskereszten belüli belső pályázat útján nyertük el ezt a rendezvényt. Több mint 600 résztvevő járja majd Miskolc utcáit elsősegélynyújtó csapatok szeptember 8-án, akik élethűnek tűnő, de nyilván eljátszott baleseti helyszíneken fognak elsősegélyt nyújtani, és mérik össze a tudásukat, Magyarország összes megyéből érkeznek majd általános, középiskolás és felnőtt csapatok. Ezen a hétvégén még az időjárás is kedvez majd a miskolci programoknak. Leginkább napsütésre és 26 fokra lehet számítani. Nagyon elszántan edz a világbajnokságra Gercsák Szabina, és az előjelek is igen jók, hiszen a DVTK Miskolci Judo Klub versenyzője Pozsonyban az Európa Kupán bronzérmes lett. A magyar válogatott miskolci tehetsége a szeptember 16-án kezdődő bakui VB-n a 70 kg-os kategóriában indul. Kezdődik a tréning Gercsák Szabina és társai számára Flórusz János edző irányításával. A válogatott miskolci tagja nemrégiben Pozsonyban egy judó Európa kupán szerepelt, ahonnan egy bronzéremmel térhetett haza a legjobb kor, az azeri világbajnokság előtt megtörve az éremcsendet. Bár első meccsén egy német ellenféltől még vereséget szenvedett, de utána minden találkozóját megnyerte, és a dobogó 3. fokára állhatott a legjobb miskolci judoka. Szabina szerint természetesen egy érem mindig nagy dicsőség egy versenyzőnek, de itt azon volt a fő hangsúly, hogy minél több mérkőzést teljesíthessen. Ugyanis ez világít rá az esetleges hibákra, lehetőséget ad azok kiavítására. Végre lett egy érem, igazán nem a legnagyobb versenyről, és nem is a legjobb eredmény, de legalább végre egy érem az idén. Remélhetőleg a VB-n is lesz egy érem, mert most nagyon erre fókuszálok, és szeretnék nagyon jó teljesítményt nyújtani. Igazából nem jelentem ki, de szeretnék a legjobb hétbe lenni.
Mint azt hallhatták, már a legjobbkor a bakui világbajnokság előtt tört meg tehát a rossz sorozat, és egy Európa Kupa bronz mutatja, hogy az immár egészséges és elszánt miskolci judós sikeres azerbajdzsáni napokat tervez. Ez sem kis feladat, de edzőnek és tanítványnak már hosszabb távra az olimpiai kvalifikációra is figyelni kell. Ami májusban már el is kezdődött és 2 éven keresztül tart, ez idő alatt lehet megszerezniük a sportolóknak a szükséges pontmennyiséget. Ehhez akár már Bakuban is hozzá lehet kezdeni, de csak egy jó VB nem elég, hiszen Sabina súlycsoportja talán a legnépesebb, ha a világranglistát nézzük. A lányoknál pedig a legnépesebb jelen pillanatban 70 kiló, 54-en vannak. És itt mindenki a világranglista első 20-25 helyzetje ott van. Ők ki szeretnének jutni az olimpiára. De a világbajnokságon több nyert mérkőzéssel, egy éremmel nagyon komoly lépést tehetne Gercsák Sabina a kvalifikációs folyamatban. De szintén nagy versenyre, junior Európa bajnokságra készül a klubtárs Cerlau Jennifer is, aki szintén 70 kg-ban készül meglepetésre majd a korosztályos kontinens versenyen. 156 millió forint a vasgyár fejlesztésére, vízvezeték csere után út- és járdaépítés. Görömbölyön is épül, idén csak nem 500 millió forintból fejlesztik a miskolci kerékpárutakat. Vásár, verseny, víradás és fesztivál, lesz miből válogatni a hétvégén Miskolcon. Száraz, meleg levegő érkezik fölénk, ezért csak néhol fordulhat elő délutáni zápor, a hőmérséklet nem változik jelentősen, marad a késő nyári idő. Bővebben mindenről a híradó után hallhatnak. A minap.hu-n riportjainkat újra nézhetik, várjuk észrevételeiket, írjanak nekünk az info@mikon.hu e-mail címre. Híradóval holnap este is várjuk Önöket, kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket, további szép estét és jó tévézést kívánok, viszontlátásra!